A Dunakeszi járműjavító szerelőcsarnokába érkezünk meg. Itt szerelik össze és helyezik üzembe az új emeletes motorvonatokat. A magyar szakemberek svájci kollégákkal dolgoznak együtt. Hey! Hello! Guten Tag! Hello! Fabian, mit csináltok most a jelenleg itt a kis szerelvényeken? Jelenleg ezen a kocsiszekrényen a kábelezés utolsó fázisát végezzük, utána következik a burkolatok elhelyezése. Ezután már alkalmas lesz az üzembe helyezésre. Hogy kell elképzelni, hogyan kerülnek ide ebbe az üzembe a szerelvények? Tehát milyen állapotban kapjátok ti meg? A hegesztett és fényezett közbenső kocsiszekrények Minskből érkeznek Dunakeszire. Itt végzik az alapvető szerelési és kábelezési munkálatokat, a pneumatikus csövek és a burkolatok elhelyezését. Tulajdonképpen a magyar oldalon történik a gyártásnak a legnagyobb százaléka, ha jól értem. Pontosan, a jármű 6 kocsiszekrényből áll, és a közbenső kocsik itt Dunakeszin kerülnek kiépítésre. Bármerre nézek, kábel tengereket látok. Egyrészt kilógni itt még minden egyes ajtóból, ablakból, plafonból, másrészt lent a járművek között is hosszú-hosszú 100 méternyi kábelek. Hány méter kábel kerül egy ilyen kocsiba? Az egész járművön összesen 155 kilométer kábelt szerelnek be. Ez azt jelenti, hogy a jármű hosszát tekintve méterenként 1 kilométer kábel helyezkedik el. Egyébként, ha már így a méretekről beszélünk, akkor az egész szerelvény hossza, szélessége, illetve felfele mennyire terjeszkedik mondjuk a korab, vagy az elődje a flörthöz képest, mekkorát nőtt a magassága? Ez a jármű valamivel nagyobb, mint egy flört. 4,8 méter magas, 2,8 méter széles, az összekapcsolt jármű teljes hossza pedig 156 méter. Hányan férnek el benne kényelmesen, hány ülőhely van, illetve ha nyár van, akkor hány biciklit lehet tárolni? A téli időszakot tekintve 600 ülés és 12 bicikli tároló áll rendelkezésre. A nyári hónapok alatt néhány ülés kiszerelésére van lehetőség, így 552 ülés és 36 bicikli tároló használható. A kényelem már adott, de mi a helyzet a sebességgel, mi a végsebessége ennek a vonatnak? A jármű végsebessége 160 km/h. Köszönöm szépen a segítséget, és hát, vagy köszönjük, és hát láttam, ahogy kigördült innen az első kis motorvonat, és azt is tudom, hogy nem itt zárul a folyamat, hanem van egy üzembehelyezési részleg, és úgyhogy szerintem nézzük meg. Menjünk. Én itt voltam, amikor az első kis szerelvény kigurult, és gondolom akkor ez volt az utolsó helyszíne annak a szerelvénynek is, hiszen itt van az üzembehelyezés. Mi is történik itt valójában? A motorkocsik Minskből érkeznek meg, a minszki gyárban vannak készeszerelve. Egy részét üzembe tudják helyezni, mivel forgóváz nélkül érkezik meg a jármű, azért itt kerülnek alá a forgóvázak, egy bizonyos részét még itt kell tovább üzembe helyezni. A közbenső kocsiknak a vizsgálata pedig teljes egészében itt történik. Itt kezdjük el az összes rendszernek a felépítését, üzembehelyezését, szoftverfeltöltését. Itt áll össze tulajdonképpen az egész. Tehát itt most minden számítógépes rendszerről beszélünk, ugye? Mit jelentenek ezek? Tehát onnantól kezdve, hogy világítás van a kocsiba, odáig, hogy sípolnak, vagy hogy jeleznek az ajtók ki- és bezáródáskor, tehát hogy mik ezek a dolgok? Minden egyes rendszer egy önálló életet él, de közben minden egyes rendszer kommunikál egy központi egységgel. Ilyen rendszerek alatt értjük az ajtót, az ajtó is egy önálló rendszer, de közben közvetít információt a központnak, hogy én be vagyok záródva, vagy nekem nyitódni kell. Én is ellenőriznék valamit, még pedig az üléseket. Probléma ez, hogyha egy kicsit minőség ellenőrködünk, mert akkor felmennénk és kipróbálnák az üléseket. Köszönjük szépen! Itt van a mozdonyvezető. De minket sokkal jobban érdekelnek az ülések. És akkor szerintem bontsunk is, mint az ajándékot. Jó, figyelj! Szeretnél mellém ülni? Nem, szerintem veled szembe ülök. Hogy én nekem is meglegyen az élmény. Egyből egy dupla. Na te, mint rutinos vasúton utazó, mi a vélemény, mennyire kényelmes? Szerintem egyébként hasonlóképpen kényelmes, mint a Flirtbe. Úgyhogy teljesen meg vagyok elégedve. Én imádom azt a konstrukciót is, és ami érdekes, hogy itt alattunk, nem mindegyikünk alatt, de ott például van töltőkábelre
lehetőség akár telefont tölteni itt egy jó sör mellett, úgyhogy szerintem kényelmes. Abszolút kényelmes, mert útközben azért itt nagyon nem sétálgatnak, de hogy van bőven hely a lábaknak is. Abszolút, igen. És azért a magasság is fontos, pláne egy 196 cm magasnak, hogy teljes mértékben meg vagyok, ha minden igaz, egyébként 2 méter magas, úgyhogy még van is 7 cm helyem. Hát akkor még nőhetsz egy kicsit. A hajam legalábbis. És akkor ezek azok a monitorok, ahol... Az utastájékoztatás ahol... itt fog megtörténni. Na meg van kamera is, és ugye tudjuk, hogy a biztonság sem egy utolsó szempont. Ez így van. Meg hát ugye a vonatvédelme, illetve az utasoké is. Az első három vonatot már tesztelik, Németországban és Csehországban. Ott vannak ugyanis speciális tesztpályák. Hónapokig tartanak a próbafutások, és ha mindent rendben találnak, a vonat megkapja a forgalomba álláshoz szükséges típusengedélyt és a hatósági engedélyt. Az emeletes vonatok 2020. január végétől állhatnak majd forgalomba a Váci és a Ceglédi elővárosi vonalon. Milyen extrái vannak ennek a vonatnak? Tehát mennyivel lesz mondjuk kényelmesebb az utasoknak? Amiben ezek még a flörtöknél is magasabb utaskomfortot képviselnek, először is egy szélesebb utasajtót, 10 cm-vel szélesebb utasajtót tudtunk adni, ami nagyon fontos a gyors utascserénél, hiszen az elővárosokban 5-6 kilométerenként van egy-egy állomás. Ezen kívül az ülésekhez tartoznak konnektorok, ahol az utas föl tudja tölteni a telefonját, laptopját, stb. És ugyanazok az alapkényelmi felszereltségek, tehát a légkondicionálás, a GPS alapú utastájékoztatás, a Wi-Fi, amelyek megvannak a flörtökben, ugyanazokkal az utas itt is találkozni fog. Egy kicsivel még jobb a helyzet mellékhelységgel való ellátottság tekintetében, mert itt egy ilyen vonatban 4 mellékhelység van. Egy flörtben ugye egy mellékhelységet tudunk 200 utasra biztosítani, itt a 600 utasra 4-et tudunk biztosítani. Fabián említette, hogy elég jó tempóval tudnak már haladni ezek a vonatok. Abszolút laikusként kérdezem, az, hogy ezek a vonatok forgalomban állnak, ez jelentheti azt is, hogy gyorsabban elérhetünk A pontból B pontba? A távolság ugye ugyanakkora marad, de a sebesség az lehet, hogy más lesz. Nem elsősorban a sebesség tud más lenni. A járművek egyébként alkalmasak 160 km/órás folyamatos sebességre. Van egyébként egy olyan próba is a futópróbák között, ahol a sebesség határ 10%-kal meg kell haladni. Tehát 176 km/órát kell, hogy tudjon a jármű. Mondjuk ez azért ilyen 5-6 kilométeres távolságokban lehet, hogy egy picit vad. Így van. Igazából annyival tud menni, amennyit a pálya megenged. Tehát ahol vannak 160 km/órás közlekedés lehetővé tévő pályaszakaszok, ott tud 160-nal menni. De nem csak ezen tud egyébként menetidőt rövidíteni, mert ennek a járműnek egészen nagy a gyorsító képessége. A fizikailag lehetséges gyorsító képességet majdnem eléri. Ez azt jelenti, hogy egy-egy állomás között folyamán föl tud gyorsítani, gyorsabban tud fölgyorsítani, és egy-egy állomás közben akár egy perc vagy másfél perc menetidőt tud faragni. Zoltán, még egyszer nagyon köszönjük, hogy beengedtetek minket ide, és kicsit a kulisszák mögé láthattunk. Én még azért sétálgatnék egy kicsit, és kipróbálnék még pár ülést. Önök addig játszanak velünk.